Ez a legdurvább dolog, ami a neten történhet veled. Nagyon kemény szituáció, és vannak olyan gyerekek, akik emiatt véget akarnak vetni az életüknek, de az nem megoldás. A Csapda a neten című cseh dokumentumfilmet nézték meg a Csengei Dénes Kulturális Központban a paksi iskolák 7. és 8. osztályos tanulói. A programot a Paks Kistérségi Szociális Központ szervezte a biztonságos internet napjához kapcsolódva. A filmvetítésen mintegy 400 diák vett részt. Egy nagyon erős filmről van szó, el is mondtam itt a felkonferálás idején, hogy elmarad a gyerekeknek az első két órájuk, de nagyon tömény anyagot fognak kapni, ami sajnos a mai világban jelen van. Ugye ezek a gyerekek harmadik, negyedik osztályos korukba bekerültek az internet világába, hiszen jött a Covid, az online oktatás, és azóta egyre többet tudnak, és nagyon sok veszély leselkedik rájuk, úgyhogy ebben próbálunk segíteni, és felhívni a figyelmet erre a problémára. A cseh dokumentumfilmet több európai országba levetítették már, azt mutatja be, hogy mi történhet azokkal a gyerekekkel az interneten, akik véletlenül barátokat keresve belépnek egy népszerű online chatszobába, és idegenekkel kezdenek el beszélgetni. Azt gondolom, hogy most kicsit felkavartuk a port ezzel, most egy amúgy is aktuális témáról van szó, és reméljük, hogy az iskolákban tovább folytatódik erről a beszélgetés, akár egy osztályfőnöki óra keretében. A film készítői fokozatosan bontották ki, milyen veszélyek leselkednek a lányokra az online térben. Felkavaró jelenetei sok nézőben nyomot hagynak, mivel kendőzetlenül mutatják be a valóságot. Azt látjuk, hogy annyira elérhető az interneten bármi számukra, amit a szülők nem is tudják, hogy hogyan kéne korlátozni, illetve fogalmuk sincs általában, hogy mit csinál a gyerek az interneten, hogy szexuális tartalmú témákkal nagyon korán és nagyon nagy mennyiségben találkoznak, ami borzasztóan foglalkoztatja őket, meglepően korai időszakról beszélek, tehát már elsősöknél vannak ilyen szexuális tartalmú témák és meg nyilvánulások, amikkel sokszor nem tudnak a tanárok mit kezdeni, mert meglepő őket, hogy ilyen korán érkezik. A technológia fejlődésével a fiatalok élettere jelentősen megváltozott, idejük nagy részét valamilyen digitális közegben töltik. Komoly veszélyt jelent a megnövekedett képernyőidő, ezen kívül digitális ragadozók is leselkednek rájuk. A rendőrség szerint fontos lenne tudniuk azt, hogy aki a másik oldalon van, az kiadhatja magát bárkinek. Tisztába kell lenni, hogy ha bár felveszik a kapcsolatot valakivel, vagy velük felveszi valaki a kapcsolatot, ez nem feltétlenül az, mint akinek kiadja magát. Ezek az elkövetők egyébként előszeretettel adják ki magukat fiataloknak, akár egy online közösségi platformon, de egyébként köztudott, hogy a különböző játékkonzolokkal is, amikor online játszanak a fiatalok, ott is itt társas interakciókra van lehetőség, tehát idegen személyekkel tudnak kapcsolatba lépni. Ezt jó, hogyha a szülők is pontosan tudják, és odafigyelnek arra, hogy a fiatal nem csak leül és nem csak játszik az adott játékon, hanem hogyha online játékot játszik, akkor ott az kapcsolatfelvételre alkalmas. Ez is a bűnelkövetők egyik kedvelt terepe. A fiatalok sokszor meggondolatlanul készítenek magukról, és töltenek fel különböző tartalmakat. A hatóság szerint ez is nagyon sok veszélyt rejthet magában. Ilyen például jelenségként a sexting jelenség, amikor a fiatalok valamilyen intim tartalmat készítenek magukról, és ezt töltik föl, amellyel később a bűnelkövetők visszaélhetnek, és ezzel megzsarolhatják a fiatalokat, többféle módon, az egyik legismertebb az, amikor a fiatalokat arra kérik, hogy utaljanak nekik összegeket, pénzeket, különben a róluk készült intim felvételeket elküldik az ismerősöknek. És ugye ekkor sajnos fiatalok mielőtt még beszélnének a szülőkkel, vagy azzal a bizalmi személlyel, akikkel bizalmi kapcsolatban vannak, akár el is küldhetik a pénzt. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a szülő és a gyermek között egy nagyon jó bizalmi kapcsolat épüljön ki. Bűncselekmény esetén a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitánysághoz kell fordulni, segítheti a nyomozók munkáját, ha lementjük az okos eszközön lévő tartalmat, illetve ha letiltjuk az elkövetőt. A témáról további információ olvasható a www.kiberpajs.hu oldalon.